energetikai beruházás. Több mint 120 millió forintból mintegy 744 darab napelemet helyeztek el a Felső-Szabolcsi kórházban. Hiányos tudás. A hazai fogyasztók pénzügyi tudatosságának hiányát felmérések is bizonyítják. Téli átállás. A gépjárművek műszaki állapotát ellenőrizte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága Nyíregyházán. ...744 darab napelemet helyeztek el a Felső-Szabolcsi kórházban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Kisvárdai Egészségügyi Intézmény jelentős áramfogyasztással bír. A fenntartási költségek nagy hányadát teszi ki a meglehetősen magas áramfogyasztás. A több mint 120 millió forintból elhelyezett napelemek nem csak biztosítják az energiatermelést és csökkentik az áramfogyasztás költségeit, hanem általuk a kórház villamos energiafogyasztásának jelentős része megújuló energián is alapul. 60 lakóház áramellátását tudná biztosítani ez a 744 darab napelem, ami ezentúl a Kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház villamos energiafogyasztásának jelentős részét fedezi majd. Az egészségügyi intézmény kiadásainak lényeges részét teszi ki a magas áramfogyasztás, csak tavaly 77 millió forintot költöttek erre. A mostani 120 millió forintból telepített napelempark ezeknek a költségeknek a csökkentését segíti. Egy kórház működésében mindig, hogy fontos, hogy odafigyeljünk a gyógyítás minőségén túl arra is, hogy a működtetés költségei hogyan alakulnak, és a energiaszámlánk mindig magas a kórházban. Folyamatosan nőtt ez az évek során, és ennek a megoldására vagy csökkentésére pályáztunk meg egy kehopos pályázatot, amelyben sikerült elnyernünk egy 120 millió forintos támogatási összeget, és azt célozzuk meg, hogy a mostani új napelem parkunkkal az összes energiafogyasztásunknak 17%-át napenergiával tudjuk lefedezni. De nem csak az energiatermelés, hanem a környezet tudatosság szempontjából is fontos a napelempark telepítése. Mi, akik picit az energetikával is foglalkozunk, mindig azt szoktuk mondani, hogy van egy nagyon fontos dolog, az a legolcsóbb energia, amit nem költünk el. Ugye? Nem megy ki az ablakon, ezért fontos mindennemű szigetelés, ablakcsere. És a másik, hogy olyan energiát termeljünk, ami lehetőleg nem terheli a környezetet. És ezért fontos megkeresni azokat a rendszereket, amelyik így működik, és többek között ezért jó a napelemmel működő rendszer, hiszen környezetkímélő, stabil, kiszámítható. És értelemszerűen ezért, mivel ez energiát csökkent, illetve a termelést is környezetkímélően végzi, ezért azt gondolom, hogy minden ilyen kis, minden településnek és minden intézménynek nagyon fontos, hogy megfelelő mértékű ilyen rendszer álljon rendelkezésre. Ezek az új gépek pedig már a kórház megújult mosodájában működnek majd. A napelempark mellett ezt is átadták az intézményben. A megyében Nyíregyház mellett csak ebben a kórházban működik mosoda, és évente 300 tonna ruhát és ágynemüt mosnak benne. Ennek szállítása nagy gondot és költséget jelentene, a 25 éve működő mosodagép parkja pedig elavult már, ezért volt szükség a több mint 100 millió forintos fejlesztésre. Nem megfelelő a pénzügyi tudatosság a magyar lakosság körében. Az éppen 10 esztendeje kirobbant válság rossz emléke, valamint a felmérések és a nemzetközi trendek is azt támasztják alá, hogy a hazai fogyasztók bizonytalanok, amit javarészt a pénzügyi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának hiánya okoz. A kormány 2017-től 2023-ig 7 éves stratégiai programot fogalmazott meg ennek fejlesztésére. A városokban sokkal könnyebb hozzájutni olyan információkhoz, amelynek segítségével döntést tudunk hozni egy pénzügyi termékkel kapcsolatban. A kis településeken nem működik pénzintézet, és csak az interneten keresztül tudnak információhoz jutni a pénzügyi tudatosság témakörében. A Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület egy előadás sorozatra nyert támogatást a Magyar Nemzeti Banktól. Így a Baktalórendházi járás lakosságának fogyasztói tudatosságán próbáltak javítani. Az előadás sorozat az minden településen három részből áll, és az első rész az pontosan erről szólt, hogy az általános értelemben a pénzügyi tudatosság mit jelent. Ugye régen nagyon szigorúan beosztották a paraszti világba a pénzt, és készültek tavasszal a nyára, nyáron az őszre, és mindennek meg volt a helye. Ez elveszett, ez a tudás jelentős részben, és néhány helyen azért megmaradt, ez a sok helyen úgymond ilyen négyzetrácsos füzetekben vezetik a havi bevétel kiadást, és
azokat, akik viszont nem így csinálják, azokat erre biztattuk, mert jellemző módon a lakosság egy jelentős része az egyik hónapról a másik hónapra él, bármiféle tudatos tervezés nélkül. Márpedig az bebizonyosodott az elmúlt években, évtizedekben, hogy azok az emberek, akik tervezik pénzügyileg is és egyéb módon is az életüket, azok sokkal tovább jutnak és sokkal sikeresebbek az életben, mint akik semmiféle tervezést nem végeznek el, mert hiszen ha mi nem tervezünk, akkor majd tervez helyettünk az élet, vagy valaki más. A hitelfelvétel szempontjából szintén nagy különbségek vannak a vidéki és a városi lakók között. Sokan főleg a reklámokból tájékozódnak, ahol számtalan lényeges és apróbetűs részt kihagynak a feltételekből, ez pedig akár a későbbi eladósodáshoz vezethet. Az interneten akár a hitelkonstrukciókat is összehasonlíthatjuk, így nagyobb rálátása lehet a lehetőségekre az érdeklődőknek. Ilyen táblázatot a Magyar Nemzeti Bank is készített például a lakáshitel lehetőségekről, de a bankszámla vezetésre is rákereshetünk az MNB honlapján. Utóbbival éves szinten akár 100 000 forintot is spórolhatnak az ügyfelek. Úgy hiteles beszélni a pénzügyi konstrukciókról, hogyha bizonyos tapasztalatok birtokában vagyunk. Ugye az a kolléganő, aki a különböző banki konstrukciókról beszélt, ő jelenleg is hitelintézetben dolgozik, de ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy az a jó, hogyha csinálunk próbavásárlást, és az egyik egyesületi taggal bementünk, és az egy, nem mondom meg melyik nagy műszaki áruházba, hogy mondjuk hűtőszekrényt vásároljon. És ugye 0%-os hitelt kerestünk, azért 0%-os, mert ez egy, ha lehet mondani azt egy hitelre, hogy jó, ez egy jó hitel. Egyébként sokan nem is hitték el a válság után, hogy ez tényleg 0%-os, annyira nagy volt a bizalmatlanság a bankokkal kapcsolatban, például én sem. Ami most már azért kezd visszatérni. De hála Istennek sokkal korrektebb világ van, mint régen volt, és lényeg az, hogy a 0%-os hitelre vásároltuk a hűtőszekrényt, de nem lehetett csak úgy megvásárolni, hogyha egy hitelkártyát is veszünk hozzá. És hát bizony a tapasztalat az volt, hogy amikor hitelkártyát vásárolunk, vagy hitelkártyát kapunk egy bankfiókban, ott egészen korrektül elmondják a részben a feltételeket, részben azt, hogy hogyan kell használni egy hitelkártyát, mert itt ott nagyon oda kell figyelni, mert nagyon könnyen meg lehet csúszni. A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóként fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében. Az éppen 10 esztendeje kirobbant válság rossz emléke, valamint a felmérések és a nemzetközi trendek is azt támasztják alá, hogy a hazai fogyasztók bizonytalanok, amit javarészt a pénzügyi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának hiánya okoz. Ezt felismerve a kormány 2017-től 2023-ig 7 éves stratégiai programot fogalmazott meg a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésére. Az elkészült csomag gyakorlati megvalósítását 2 éves cselekvési tervekre bontották. A cél a magyar lakosság pénzügyi tudatosságát néhány éven belül a nemzetközi élvonal szintjére fejleszteni. Már csak alig egy hétig lehet fizetni a régi 1000 forintosokkal. A 2017 előtt kibocsátott 1000-es bankjegyekkel egészen pontosan október 31-ig lehet fizetni a készpénzes vásárlások során, ugyanis október végén a Magyar Nemzeti Bank bevonja a forgalomból azokat. November 1-től így már csak az idén márciusban megjelent, megújított 1000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni. Ha valakinél 2018 novemberében is maradt még régi 1000-es, az sem veszti el a pénzét. Ugyan a pénztáraknál és az automatáknál már nem lehet velük fizetni, azonban a forgalomból kivont bankjegyeket be lehet váltani újakra. A bank és posta fiókokban erre a következő 3 évben van lehetőség, az MNB pénztárban pedig 2038. október 31-ig veszik vissza a régi 1000-eseket. Idén is megrendezte a járművezetők őszi-téli átállását segítő akcióját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. A gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai egy mobil műszaki vizsgaállomás segítségével végezték.
A rendőrségi ellenőrző ponton a rendőrség szakemberei ellenőrizték többek között a gépjárművek folyadékszintjét, illetve az okmányok érvényességét is. Egész napos programmal várta a járművezetőket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága az egyik nyíregyházi bevásárlóközpont parkolójában szombaton. A rendőrségi ellenőrző pontokon a járművek és a járművezető okmányait ellenőrizték, a gépjármű folyadékszintjét és az autók műszaki állapotát vizsgálták. Az őszi-téli átállásra az autókat is fel kell készíteni, ezt általában a járművezetők is tudják. Én is mindig felkészítem az automat az őszi-téli átállásra, ugye lecseréltetjük a kereket, átnézetjük a folyadékokat, hogy mindegyiknek megfelelő legyen a fokolása, hogy ne belefagyjon véletlenül az autóba, hogy tudjuk mosni a szélvédőt, meg hogy a hűtési rendszer is megfelelően működjön, nem beszélve arról, hogy ugye a megfelelő vízhőmérsékletnek köszönhetően van fűtés az autóban, ezért nem fogunk télen sem megfázni. Az akcióban a Nemzeti Közlekedési Hatóság is segítette a rendőrök munkáját. A szakemberek ellenőrizték az autók világítását és folyadékszintjét, miután átvizsgálták a járműveket műszakilag is. A hátam mögött lévő állomáson egy komplett műszaki vizsga folyik, egy mobil műszaki vizsgálomással. Itt a fékhatásokat, a kormányművet, a lengéscsillapítókat, tehát egy komplett műszaki vizsgáztatás, ami a hátam mögött folyik. Megnézzük a világító jelzőberendezéseket, hiszen a látni és látszani egy nagyon fontos szlogen, főleg, hogy jön azért a ködös, nem szeretem párás idő. A rendezvény teljes időtartama alatt lehetőség volt a kerékpárok regisztrációjára is a Bike Safe programban. A Vörös Kereszt szintén segítette a rendőrség munkáját a bevásárlóközpontban. Itt kreszttesztet tölthettek ki az érdeklődők, motorszimulátort próbálhattak ki, és a közlekedést befolyásoló tényezőket is vizsgálták az önkéntesek. Például vércukorszintet és vérnyomást mértek a Vörös Kereszt dolgozói. A rendőrség balesetmegelőzési bizottsága idén egy új programmal is készült a járművezetők részére. Azt tapasztaltuk, hogy az emberek nem tudják felszerelni a hóláncot, és ha most itt megpróbálják nálunk egy kerékre a jó időben feltenni, akkor könnyebb lesz télen mínusz 10 fokban gémberedett újakkal. Ezzel is próbáljuk azt elérni, hogy az emberek ismerjék a járműveket, ismerjék a saját járművüket, ismerjék azokat az eszközöket, amik a közlekedés biztonságosabbá tehetik. A rendőrség akcióján egy mobil kormányablakbusz is rendelkezésre állt, amelynek segítségével helyben érvényesíteni lehetett a lejárt okmányokat. Az 50 ezer ápolási díjra jogosult ember legnagyobb százaléka az észak-kelet-magyarországi régióban él. 2022-re a nekik járó ápolási díj mértéke a kormány ígérete szerint eléri majd az akkori minimálbér összegét. Ennek első lépése, hogy 2019. január 1-ével az ápolásra szoruló gyermekek után járó díj összege egységesen havi 100 ezer forintra nő. 17 ezernél is több olyan család van Magyarországon, ahol a gyermek folyamatosan gondozásra szorul. Az ilyen családoknál az egyik szülő olyan szolgálatot végez, amely sok lemondással jár, és nagyon tiszteletreméltó, hangoztatta Novák Katalin. Ezért 2019. január 1-től bevezetik a gyermekek otthongondozási díját. Ez egy új ellátási forma. Mindenki bekerül ebbe a kategóriába, aki jelenleg ápolási díjjal van otthon a gyermekével, és innentől, jövő év január 1-től 100 ezer forintot kap mindenki, aki a gyermekét otthonában gondozza, mert hogy az egy önellátásra képtelen gyermek, és ezt az ellátást, ezt jövő év után, a rákövetkező 3 évben is évente úgy emeljük, hogy 2022-re eléri a minimálbérnek, az akkori minimálbérnek az összegét, tehát mondhatjuk azt, hogy 2022-ben azok, akik az önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápolják, a gyermekek otthongondozási díjának keretében egy minimálbérnek megfelelő összeget fognak kapni. Azok a családok, amelyek több önellátásra képtelen gyermeket is nevelnek, másfélszeres összegű gyermekápolási díjat kapnak, tehát bruttó 150 ezer forintot. A gyermekek otthongondozási díját nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség terheli. Azt látjuk, hogyha az ápolási díjban részesülőknek az egészét nézzük, tehát azt az 50 ezer embert, aki ilyen ápolási díjra jogosult, ott az észak-kelet-magyarországi régió az felül reprezentált, tehát ott arányaiban többen jogosultak erre, de már hogyha a gyerekek után járó támogatást nézzük, akkor azért nem mutatkozik meg ez a különbség, vagy ez a jelenség, ez már annyira nem tapasztalható. Pontos változás az is, hogy akik nem a gyermekükről gondoskodnak, de ápolási díjra jogosultak, 2022-re 30%-kal nagyobb összeget fognak kapni, mint jelenleg.
A magyar és az európai dohánytermelés fennmaradása érdekében új politikai megállapodások megkötését és az eddigieknél erősebb érdekképviselet megteremtését kell elérnie a dohánytermelőknek az Európai Unióban, jelentette ki a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke az Európai Dohánytermesztők Szövetségének kongresszusán Brüsszelben. Bényei Illés a dohánytermesztés magyarországi problémái között az évek óta tartó termőterület csökkentést, a relatív munkaerőhiányt, a szakma előregedését hangsúlyozta, a globális gondok okaként pedig az Európai Uniónak a termesztés megszüntetési törekvéseit, az Európán kívüli ültetvények konkurenciáját és az ágazat negatív megítélését jelölte meg. A MADOSZ vezetője elmondta, a dohány hazai termőterülete az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökken, az ország 2004-es Európai Uniós csatlakozása óta 44%-kal kevesebb területen termesztik a növényt. Az idei 3258 hektárral szemben 2017-ben 3380 hektáron termeltek Virginia és Burley fajtájú dohányt. és 19 év közötti fiatal futbolozik a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia színeiben. Az akadémia igazgatója szerint céljuk az, hogy ne csak futbalistákat, hanem embereket is neveljenek, és minél több fiatal szerepeljen a spari felnőtt csapatában. A Bozsik Akadémia tavaly került a Nyíregyháza Spartacushoz, március óta pedig Kisbaranyi Sándor vezeti az utánpótlás képzőközpontot. A szakember szerint nagyon sok területen sikerült előrelépniük az elmúlt hónapokban. 7 éves kortól 19 éves korig minden korosztályban megvannak a csapataink, a kisebb korosztályokban arra törekszünk, hogy még biztosítsunk a lassabban gondolkodó gyerekeknek is felzárkózási lehetőséget, tehát 3-3 csoporttal foglalkozunk a 7-8 és a 9 éves korosztályokban, a 10-11 éves korosztályokban már két, igaz nagyobb létszámú csoporta, és aztán U12-es korosztálytól kezdődően, amikor elindulunk a nagy pályára való felkészítés irányába, akkor korosztályonként egy csapattal foglalkozunk, ez nagyságrendileg 330 gyereket jelent a hétköznapok során. Nagyon jó a humán ellátottságunk, hiszen minden korosztályban két edzővel tudunk dolgozni, 3 kapus edzőnk van, erőléti edzőnk van. Nagyon boldog vagyok, mert az elmúlt fél év során eljutottunk odáig, hogy egyedülálló módon 3 főállású gyógytornásszal tudunk dolgozni, ami a gyerekek növekedési szakaszait végig kísérő akadémiánál nagyon-nagyon fontos szempont. Nagyon boldog vagyok, mert ma már elmondhatom azt, hogy minden edzésen egészségügyi jelenlétet tudunk fizioterapeuta vagy masszőr tekintetében biztosítani. Ez egy kiemelt szempont volt az elmúlt időszakban. Sportpszichológus foglalkozik a játékosainkkal, mind a beazonosítás, tehetségbeazonosítás területén, mind a fejlesztések tekintetében. Én azt gondolom, hogy ez egy valóban óriási potenciál, amit a jövőben szeretnénk teljesítményé kovácsolni a nyíregyházi szurkolók örömére. Az igazgató szerint nagyon fontos, hogy megtalálják az egyensúlyt a család, az iskola és a labdarúgás között a gyerekek számára. Az utánpótlás nevelés az egy nagyon hosszú távú folyamat. 6-7 éves korában, amikor a gyermek először feleszmél, és megszereti a labdát, megszereti a focit tulajdonképpen, elkezdődik egy folyamat, ami valamikor majd 23 éves kora környékén, 22-23 éves kora környékén teljesedhet ki, amikor felnőtt szinten is, magas szinten folyamatosan teljesíteni képes játékossá válik. Ebben a folyamatban, ha csak azt nézem, ez 14-15 év, rengeteg buktató van. És a kiegyensúlyozottság, az egyensúly azért fontos, mert sem a szakembereknek, sem a szülőknek, sem a gyermeknek nem szabad akkor sem elbizonytalanodni, amikor ebben a folyamatban hullámvölgyek jöhetnek. A hullámvölgyek azok a lelki fejlődésből adódnak, a fizikai fejlődésből adódnak, olykor a szakmai fejlődésből adódnak, a pályaméretek folyamatosan változnak, elkezdenek játszani egy 20x15-ös pályán, és el kell jutniuk odáig, hogy a 68x105-ös pályán is ugyanolyan karaktert tudjanak felmutatni. Ez egy borzasztóan hosszú és nehézségekkel teli tűzdelt folyamat. Ebben nekünk, akik a gyerekeket irányítjuk, szervezzük, támogatjuk, segítjük, türelmesnek kell lennünk. És a kollégáink itt az akadémián és a klubban ezt megéltik. Én arra kérek minden szülőt és minden gyermeket, hogy ők is türelmesek legyenek saját magukkal szemben, mert mi
beazonosítjuk a bennük lévő potenciált, de ahhoz, hogy ez a potenciál teljesítményé változzon, ahhoz egy nagyon hosszú és türelmes folyamatnak kell megvalósulnia. Az elmúlt időszakban több fiatal, Kulcsár Hunor, Szaroszta Dávid és Végső Előd is bekerült a Spari felnőtt keretébe. Ez segíti a Talent program, amelynek keretében azok a 16 és 19 év közötti futballisták, akik saját korosztályukban kiemelkedően szerepelnek, heti egy alkalommal külön képzést kapnak. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Megújul a Felső Szabolcsi Kórház. A több mint 120 millió forintból elhelyezett 744 darab napelem nem csak az energiatermelést biztosítja és csökkenti az áramfogyasztás költségeit, hanem általuk a kórház villamos energiafogyasztásának jelentős része megújuló energián is alapul. Az éppen 10 esztendeje kirobbant válság rossz emléke, valamint a felmérések és a nemzetközi trendek is azt támasztják alá, hogy a hazai fogyasztók bizonytalanok, amit javarészt a pénzügyi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának hiánya okoz. A kormány 2017-től 2023-ig 7 éves stratégiai programot fogalmazott meg ennek fejlesztésére. Idén is segítette a járművezetők őszi-téli átállását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága Nyíregyházán. A gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai egy mobil műszaki vizsgaállomás segítségével végezték. A rendőrségi ellenőrző ponton a rendőrség szakemberei ellenőrizték többek között a gépjárművek folyadékszintjét, illetve az okmányok érvényességét is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 22-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!